Jóváhagyta a képviselőház plénuma azt a kormányrendeletet, amely előírja az úgynevezett melegebéd program folytatását. Országos szinten 450 tanintézmény került be a programba. Folytatódik a melegebéd program, amely több száz iskolában biztosítja a diákok ingyenes étkeztetését. A kormány vonatkozó rendeletére döntő fórumként a képviselőház is rábólintott. Ez a program már nagyon rég indult, 2016-17-es évtől, és csak 50 iskola kapott erre lehetőséget, hogy a gyerekek melegebédet fogyasszanak. Ez nőtt évről évre, 50, 100, 300, 450, hiszen ez egy nagyon fontos és nagyon szükséges program. A program révén napi 15 lei értékben ingyenes étkezési támogatást biztosítanak meleg étel vagy élelmiszercsomag formájában. Országos szinten 450 iskola tanulói és óvodásai részesülnek a programban. 2023-ban egyébként a tanügyi törvénybe egy olyan cikke is bekerült, amely azt tűzi ki célul, hogy legkevesebb 1 millió gyerek kapjon melegebédet a hazai tanintézetekben. Ettől az iskola elhagyás jelenségének a visszaszorítását, illetve az iskolai lemorzsolódás megfékezését remélik a törvényhozók.